Szekszárdon jelenleg a lakások, családi házak átlagos négyzetméter ára 400 és 410 ezer forint körül mozog. Ez azt jelenti, hogy egy picit talán lejjebb ment, mint egy fél évvel ezelőtt, de nagyon nem változik. A lakásoknál ilyen 480-500 ezer forint körüli árat lőnek be általában az eladók, aztán hát nyilván most azért valamennyire alkuképes is, ez függ attól, hogy mennyi pénze van ugye a vásárlóknak, vagy mennyire van frekventált helyen az ingatlan, mennyire indulnak be rá. Segíti jelenleg az eladókat az, hogy a lakás hitelek kamata az utóbbi időben érezhetően csökkent. A 20-25%-ról most már ilyen 10% körülire visszaestek a kamatok. Ez azért jelentős, valamint, hogy a gyermeket vállaló családoknak a kormány azért nagyon sok kedvezményt biztosít, és ez kvázi önerőként is szolgálhat, és ezáltal hozzájuthatnak olyan ingatlanhoz, amihez egyébként nem tudnának. Viszont ez fenntartja az árakat. A Tolnai megyeszékhely vonzás körzetét megvizsgálva azt tapasztalható, hogy a környező falvakban még mindig jelentősen olcsóbban lehet ingatlant kapni. Tehát ott már 200-250 ezer forintos négyzetméter ár is elképzelhető, viszont a Szekszárd környéki városokban, Tolna, Bonyhád, szinte azonosak az árak a szekszárdival. Ennek nyilván az is az oka, hogy mondjuk Tolnán jóval kevesebb lakás van, mint Szekszárdon. Tehát ott kevesebb az eladó lakásingatlan, ezáltal annak az árát magasabban is tudják tartani az eladók. A jövőre tekintve, ha a kamatok még lejjebb esnek, akkor megnő a kereslet is az eladó ingatlanok iránt, ami további áremeléseket generálhat a piacon.